Pozsonyi látogatása során a Magyar Közösség pártjának vezetőivel is tárgyalta a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a párt székházában azt mondta, a magyar kormány érdeke, hogy a határ két oldalán élő közösségek minél gyorsabban és akadályok nélkül eljuthassanak egymáshoz. Ezért 2023-ig 6 új határátkelő építését fejezi be közösen Magyarország és Szlovákia. Emellett fontos, hogy a határmenti közösségek minél sűrűbb közösségi közlekedési menetrendet tudjanak használni és eljutni egymáshoz. A mai nap reggel én Dolezsál miniszter úrnak, a közlekedési miniszternek javaslatot tettem arra, hogy indítsuk újra a vasúti személyszállítást Győr és Pozsony, Szob és Párkány, Komárom és Révkomárom között, valamint a Salgótarjáni vasútvonalon is indítsuk újra a vasúti személyközlekedést. A közlekedési miniszter nyitottságot mutatott ezekre a kérdésekre, meg fogják vizsgálni az ezzel kapcsolatos fejlesztési lehetőségeket. A magyar kormány eddig Szlovákiában mintegy 3800 vállalkozást támogatott gazdaságilag. A külgazdasági és külügyminiszter az MKP politikusainak ígéretet tett arra, hogy kormánya a gazdasági fejlődés érdekében továbbra is támogatni fogja a felvidéki magyar közösséget. Magyarország kormánya folytatja a felvidéki gazdaságfejlesztési programot, jelen körülmények között is folytatjuk. Nyilvánvalóan a világjárvány okozta gazdasági kihívások minden egyes ország, így Magyarország költségvetésére is hatással vannak, de szeretném nyomatékosítani, hogy a határon túli közösségek támogatása akkor is fontos célkitűzésünk és prioritásunk, hogyha egyébként a költségvetés, illetve a gazdaság kihívásokkal néz szembe. A külügyminiszter a plenáris tárgyaláson kívül 4 szemközti megbeszélést is folytatott az MKP elnökével. Az egyeztetés után Forró Krisztián megköszönte a magyar kormány segítségét a határok átjárhatóbbá tételénél, ahogyan a gazdasági támogatást is. Az MKP természetesen a jövőben is aktív szerepet kíván vállalni abban, hogy Szlovákia, illetve Magyarország közti kapcsolatok erősödjenek, javuljanak, hiszen mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a két ország sikeres legyen. Szlovákia sikere azért fontos számunkra, mert itt élünk, itt akar a közösségünk megmaradni, gyarapodni és fejlődni. Magyarország sikere pedig azért fontos számunkra, mivel a magyar nemzet része vagyunk. A külügyminiszter újságírói kérdésre az MKP a híd és az összefogás mozgalom szándékával kapcsolatban, hogy egyetlen közös politikai képviseletet hoznak létre, azt mondta, nem Budapestről kívánják megmondani, hogy mi a jó a felvidéki magyaroknak. Mondják meg az itteni magyar nemzeti közösség képviselői, hogy hogyan tudják végre elérni azt, hogy a felvidéki magyarságnak legyen képviselete a Szlovákia parlamentjében. Én csak annyit tudok mondani, hogyha körülnézünk, akkor Magyarország körül ott eredményes és hatékony a magyar nemzeti közösség képviselete, ahol azt egységesen tudják megvalósítani. Szijjártó Péter szerint, ha megvalósul az egységes magyar képviselet, a magyar kormány készen áll az egyeztetésre a jövőbeni közös munkáról.